Jó napot kívánok, Kovács József vagyok, a Kirkusz Egyetem vezetője. Tehát, a karmatana nem tud mit kezdeni a bűn, a megtorlás, a büntetés, a bűnhődés fogalmával. A klasszikus tanítások szerint a karmának három fajtája van, plusz egy. Rengeteg tanítás létezik a karmáról, nagyon bonyolult tanítások vannak, ezekben nem megyünk bele, hogy ne untassam önöket. Tehát csak a klasszikus tanítást mondom, a egészen röviden. Tehát, az első fajta karma a sabia karma. Ez az a karma, ami arról szól, hogy a sors magvait az előző életünkben ültetjük el. Mivel? A cselekedeteinkkel. Minden egyes cselekedetünk egy sors magot ültet el. Tehát oda megyek, megsimogatom a kis cicát, egy pozitív sorsmagot ültetek el. Valaki oda megy, megrúgja a macskát, én soha nem teszek ilyet, azért mondom valaki. Oda megy, megrúgja a macskát, az egy negatív karmamagot ültet el. Vagy a kutyát, vagy bármit, vagy embert, vagy bármilyen állatot, mindegy. Az negatív karmamagot ültet el. Tehát én sosem ütök, sosem rúg, sem embert, sem állatot. Az élő lényeket kérem szépen szeretni kell, ez kötelességünk. Ez emberi kötelességünk. De visszatérve a sabia karmához. Tehát ezeket a magokat elültettük abban az életünkben, a karma magokat, amelyek akkor még nem hajtottak ki, hanem ebben az életünkben hajtanak ki. Tehát mindegy, melyik életünkből jönnek, az előzőből, az azt megelőzőből, bármelyik előző életünk, szunnyadhattak, hogy most kihajtsanak. Hogy melyik karma mag miért most hajt ki, hát ez egy sokkal bonyolultabb elemzést igényel, azt most hagyjuk. Nem akarom önöket ezzel untatni. Tehát ezt részletesebben a Kirkóban tudjuk tanulmányozni ezeket a dolgokat. Tehát némely karma mag ebben az életben hajt ki, learatjuk a termését, ami vagy pozitív eseményeket jelent, vagy negatív eseményeket. Kinek mit? Köszönöm, hogy meghallgattak. Ha tetszett, lájkoljanak. Viszontlátásra!